9 magyar márka szerepelt a milánói Fashion Week-en. Itt van velem két magyar tervező, Vetlényi Alma és Molnár Nini, köszöntelek benneteket. Ha most megnézzük azt, hogy ugye ez az időszak az, amikor azt gondolnánk, hogy hát az a divat, ami a legkevésbé fontos ilyenkor, pedig nem, mert hogy a tervezők munkája ilyenkor sem áll meg, sőt a magyar divatmárkákat is sikerült belekapcsolni tulajdonképpen a nemzetközi divatvérkeringésbe. Hogyan meséljetek egy kicsit erről? Hát ugye a Ninivel elkezdtünk, tehát bekerültünk először a Magyar Mentoring programjába a Magyar Divat és Design Ügynökségnek, és ezt végig vittük egy év alatt, és ezután bekerültünk a Magyar Mentor program után a Nemzetközi Mentor programra, ami már a milánói divat héttel kapcsolatban, közös szervezésben valósult meg, és mindkettőnk márkáját a Kameramóda beválogatta a HFTA-val együttműködve ebbe a mentorprogramba, ami egy olyan lehetőséget adott számunkra, hogy több szezonon keresztül megjelenjünk a milánói divat héten is, és az aktuális kollekcióinkat be tudjuk mutatni. Így van, és az előző szezonban ez személyesen is meg tudtuk tenni, és ott tudtunk lenni a divat héten, és számtalan szakmabelivel találkozni kint. Idén sajnos ez csak digitálisan jött létre, de igazából tényleg ez is egy szenzációs lehetőség, és a világ, illetve a divat is manapság egyre jobban a digitalizáció felé megy, ezért igazából nem olyan nagy hátrány. Hát online formában is lehet, igen, ezt folytatni, viszont az nagyon érdekes lett, és nem tudom, hogy itt a személyes tapasztalatokra is kíváncsiak vagyunk, hogy ha itt a milánói divathetet nézzük, akkor a járvány hogyan hatott például a nemzetközi trendekre? Mi változott? Hát gondolom, ezt is figyeltétek azért. Igen, igazából főleg ez az egyik lépcsője, amit mondtam, hogy nagyon sok esemény átment az online platformra, és így lesz megrendezésre is a Magyar Divat Hét is most március végén, és ugye az olasz is így volt, hát illetve nagyon nagy szerepet kapott most a közösségi média, úgyhogy nekünk főleg arra kell most koncentrálni, tényleg mindenféle színes és játékos kontenttel. Igen. De hogy még a magák kollekciók mennyiben változtak? Uh-huh. Én még hozzátenném, hogy az elmúlt években egyébként is kezdett a divatipar a fenntarthatóság fele hajlani, és egyébként a Covid erre még egy lapáttal rátett olyan szempontból, hogy még inkább átértékelődtek divat és öltözködés szempontjából is ezek az értékrendek, és most, hogy a Covid beütött, így a divatipar jelentősen megszenvedte ezt az időszakot, több mint 90%-os visszaesés se volt a divatiparnak globálisan, ami arra kellett, hogy rádöbbentse a tervezőket, hogy más metódussal kell gyártani, és más szempontokat kell figyelembe venni, még a luxus márkák terén is. Környezetkímélőbbek lettek? Ez azt is jelenti? Tehát, hogy jobban, igen, figyeltek erre, vagy akár az újrahasznosításra? Mert ugye most megnézzük, igen, a kettőtök munkáit, mind a ketten, most azon túl, hogy divattervezők vagytok, de mind a kettőtök munkája egyfajta életszemléletet tükröz. A tiéd abszolút ez a környezetvédő vonulat, az újrahasznosítás, mi az, amit elő lehet állítani? A tiéd pedig inkább mondjuk azt, hogy ez is benne van, de hogy alapvetően inkább az energia, tehát hogy olyat szeretnél mutatni, amivel inspirálsz. Hogy kell ezt elképzelni, igen, egyébként? Ezek honnan jöttek, ezek a gondolatok? Már, igen, amikor elkezdtetek divattervezőként dolgozni, vagy mikorábbról? Hát én úgy gondolom, hogy mindketten az ilyen különböző értékeket képviselünk, de mindenképpen olyan értékeket, amik hosszú távon szerethetőek, és a divatiparba is olyan módon tudnak beépülni, ami egy hosszú távú megoldást tud nyújtani egy vásárlónak. Ez azt is jelenti, hogy a gyártástól, a tervezéstől kezdve a gyártáson át a ruhadarabok és akár táskák utóéletét lekövetve, ezek egy fenntartható módon készülnek. Az én esetemben ez azt jelenti, hogy én úgy állok neki a tervezésnek, hogy szabászati hulladék nélkül készüljenek a ruhadarabok, illetve mindig figyelembe veszem a tervezés során, hogy kicsit elrugaszkodjon az aktuális trendektől, és ne lehessen beskatujázni egy-egy szezonba egy-egy kollekciót.
És a te esetedben? Mert itt azt mondtam, hogy energia és inspiráció így és motiváció. Van. Az én esetemben igazából, tehát én tényleg, ezt nagyon jól felfedezted, hogy én tényleg motiválni próbálom így a közönséget, a fiatalokat, az új női generációt, és igazából a táskáimon is ez a csillag szimbólum, ez számomra és a vásárlóimnak is azt jelképezi, hogy határ a csillagoség. Tehát, hogyha igazán szeretnénk valamit, kemény munkával szerintem bármit el lehet érni. De egyébként az én munkásságomban is megjelenik abszolút a fenntartatóság, mert mi főleg ugye bőrtáskákra koncentrálunk, és számomra a bőr az tényleg egy időtálló anyag, és amit tényleg több évtizedeken keresztül tudunk használni, és mindig szoktam a vásárlóimnak is mondani, hogy tényleg vigyázzanak a táskájukra, meg a termékekre, hogy majd az ő lányok is tudják hordani, mert én előszeretettel hordom édesanyám régi ruháit, vagy táskáit, és nekem például az az ilyen régi vonulat az egyik inspiráció. Ezen kívül idén-nyáron újrahasznosított anyagból fogunk fürdőruhákat készíteni. Ezek úgy kell elképzelni, hogy a óceánokból, tengerekből kihalászott ilyen műanyag palackokat újrahasznosítják, és abból fürdőruhanyagot csinálnak. De akkor mondhatjuk azt, hogy a divat most abszolút a környezet jegyében zajlik abszolút. És telik. Köszönöm szépen, igen, hogy itt voltatok, és beszélgethettünk erről. Köszönjük szépen.